Tisztelt keceli lakosok! A közelmúltban megjelent, írásbeli közleményeimet összefoglalva, ismét tájékoztatom Önöket a Kecel TV adásán keresztül is. A legfrissebb intézkedésem valamennyiünkre vonatkozik. A kötelező szájmaszk viselése, helyi elrendelése. Önkéntes varónőink folyamatosan varják a szájmaszkokat, és szakaszosan, de folyamatosan kézbesítjük a háztartásokba. Eddig körülbelül a keceli háztartások 2/3 kapta meg, mivel a varó kapacitások korlátozottak, és az önkéntesek megfeszített munkája ellenére a szükséges mennyiségben még nem készültek el a maszkok. Várhatóan április 25-éig az összes szükséges maszk legyártásra kerül. És ezen időpontig önkéntes segítőimmel ki is juttatjuk mindenhová. Ezúton is köszönöm a varrók, a kihordók, a szervezők önkéntes munkáját. A hivatal porta szolgálatának telefonszámán 420-211 és 7-es mellék várjuk önkéntes varrónők jelentkezését, illetve április 25-e után mindazok jelzését, akik a maszkot nem kapták meg. Mint azt dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Szemmelweis Kórház igazgatója is hangsúlyozta, azért kapnak háztartásonként egy maszkot a lakosok, mert a kijárási tilalom alatt nem az egész családnak kell boltba, vagy más nagyon fontos okból a városba menni, hanem elég, ha egy valaki megy el otthonról. Egészségünk védelmében, azok egészsége védelmében is, akik ezt feleslegesnek tartják és nem veszik komolyan, 2020. április 15-től elrendelem, hogy Kecel területén is kötelező a kiszolgálást végző helyeken a maszk használata. Azonban már most is ajánlom és javaslom a keceli lakosságnak és az üzletvezetőknek, árusoknak, hogy a kiszolgálást végző helyeken mindenki viseljen maszkot. Az intézkedés betartását április 25-től a keceli rendőrőrs munkatársai és a polgárőrség tagjai ellenőrizni fogják, és a maszk hiány esetén felszólítanak annak használatára. Az április 25-ig tartó türelmi időszakban pedig ajánlani fogják a lakosságnak a kiszolgálást végző helyeken. A türelmi időszak bevezetése mellett azért döntöttem, mert terveink szerint addig a város minden háztartásába el tudunk juttatni legalább egy maszkot. Az adománygyűjtés aktuális állapotáról tájékoztatnám a kedves hallgatókat, nézőket. A veszélyhelyzet kezdetétől fogva szinte napi rendszerességgel gyűjtjük a tartós élelmiszert és a tisztítószereket rászoruló keceli embertársaink számára. E célra helyi akciócsoportot szerveztünk, melynek tagjai az Egyházi Oktatásért Alapítvány, a Kunság Öko Fit Természetjáró Sportegyesület és az önkormányzatunk. A karitatív munkában közreműködik Pap József diakónus, a keceli római katolikus plébánia részéről. Április 18-án elfogadásra került a csoport működési szabályzata, és a beérkező igények alapján megkezdődhet az adományok szétosztása. Azon rászorulók, akiknek tartós élelmiszerre van szükségük, jelezhetik igényüket a keceljárvány2020@gmail.com e-mail címen, vagy munkanapokon 9-től 12 óráig a 78-420-211-es telefonszámon, itt a 8-as melléket tárcsázzák majd. Ezúton is köszönöm az akciócsoport önkénteseinek, hogy munkájukkal segítik a város védekezését, valamint a felajánlóknak, hogy segítik embertársaikat nehéz helyzetükben. E hét folyamán az adományokat a következő időpontokban várjuk a Spár melletti parkolóban. Hétköznaponként 13 órától 15 óráig, szombaton 12 órától 14 óra között, és a vasárnapi napon akkor nincs gyűjtés. Segítségnyújtás az időseknek. A veszélyhelyzet legfontosabb üzenete továbbra is az, hogy minél kevesebb ember legyen Kecel közterületein, tehát aki teheti, maradjon otthon.
Az idősek 9 és 12 óra között látogathatják a boltokat, de továbbra is azt kérjük, hogy egyáltalán ne mozduljanak ki. Számukra a család, illetve távollétükben az önkormányzat oldja meg a gondoskodást. Az utóbbi esetben a 420-211-8-as melléktelefonszámon és 9-től 12 óráig vagy a keceljárvány2020@gmail.com e-mail címen kérhetik segítségünket. A telefonokat a titkárnőm Sejmes Henriett fogadja az idősek számára bolti, gyógyszertári, postai ügyintézést a mezőőrök, Bleszák Gábor, Herceg Attila és Orcsik István végzik. Köszönöm lelkiismeretes szolgálatukat. Április 15-i közleményemben adtam hírt arról az örvendetes tényről, hogy Kecelen jelenleg nincs regisztrált koronavírusos beteg. Gombkötőné dr. Sendula Judit, a Csendes Ősz Idősek Otthona intézményvezetője tájékoztatása szerint április 10-én az Országos Mentőszolgálat által megtörtént az intézmény dolgozói és a bentlakásos ellátásban részesülő idősek COVID-19 szűrése. Az eredmény minden esetben negatív. Tehát még egyszer, jelenleg Kecelen nincs regisztrált koronavírusos beteg. Örüljünk-e remek hírnek, és hogy ez így is maradjon. Még nyomatékosabban kérek mindenkit, hogy a kiadott intézkedéseimet továbbra is szigorúan tartsák, tartsuk be. Csak a legszükségesebbekért mozduljunk ki otthonról, és használjunk maszkot, ha utcára lépünk. A www.kecel.hu honlapon és a Kecelváros Facebook oldalon olvashatók a helyi egészségügyi szakemberek ajánlásai a jelen helyzetre, ezek alkalmazását is ajánlom figyelmükbe. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Mobil wifi az iskolásoknak, valamint az iskolai beiratkozásról néhány gondolat. Önkormányzatunk több mint 20 keceli általános iskolás számára biztosított mobil internet elérhetőséget a veszélyhelyzet alatti otthoni tanulás idejére. A csatlakozási problémákkal küzdő tanulók számát Berger József igazgató jelezte, majd az egyeztetések eredményeképp lehetővé tettem az eszközök megvásárlását. A wifi-ket az önkormányzat használatra adja át az iskolának, a tanulókhoz pedig a pedagógusok fogják eljuttatni. Iskolai beiratkozással kapcsolatban. Az Emberi Erőforrások Miniszterének határozat alapján a veszélyhelyzetre való tekintettel az intézményünk felvételi körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek számára a beiratkozás nem igényel személyes kapcsolatfelvételt. Az iskola felvételi körzetébe tartozó első évfolyamba lépő gyermekek számára a beiratkozás nem igényel személyes kapcsolatfelvételt. A járáshivatal által megküldött adatok alapján a tanulókat automatikusan rögzítik az iskola rendszerében. Április 24-éig várják a nyelvi osztályba, vagy az egésznapos osztályba jelentkezők, valamint a nem katolikus hittant választók jelzését az iskola elérhetőségein. E-mailben a janospal.kecel@gmail.com címen, telefonon, munkanapokon 8-14 óráig, a 420-253-as számon. Az intézmény Facebook oldalán iskola hívogató videó tekinthető meg. Az óvodai és bölcsődei beiratkozásról néhány tájékoztatás. Az Emberi Erőforrások Miniszterének határozat alapján a veszélyhelyzete való tekintettel az intézményünk felvételi körzetébe tartozó óvodaköteles gyermekek számára a beiratkozás nem igényel személyes kapcsolatfelvételt. Galántai Katalin intézményvezető megkapta az Oktatási Hivatal központi óvodaköteles nyilvántartásából kinyert listát, amely alapján automatikusan hivatalból felveszik azon óvodaköteles gyermekeket, akiről nem érkezett jelzés, hogy más óvoda felvette őket. A bölcsődei felvételt igénylőknek május 8-áig egy kérelmet kell kitölteni és eljuttatni az intézménybe, melyet kétféle módon tehetnek meg. Kecelváros honlapjáról letöltik a nyomtatványt, majd kitöltve eljuttatják. Vagy az önkormányzat portáján lévő információs felületről elvitt és kitöltött nyomtatványt juttatják el az intézménybe. Az intézmény e-mail címe ovodakecel@tvnetwork.hu.
Az óvoda telefonszáma 70-es 379 2001. A bölcsőde telefonszáma 70-es 379 2004. Cím: Kecel, Kalocsai út, 4-6, az újfalusi templommal szemben. Kedves keceliek! Végezetül kérem, engedjék meg, hogy néhány gondolat erejéig köszönthessem Önöket április 22-től, városunk születésnapja alkalmából. A veszélyhelyzetre tekintettel április 22-i ünnepi képviselő testületi ülésünk elmarad, a város elismeréseinek átadására későbbi időpontban terveink szerint július 27-én vagy augusztus 29-én kerül sor, remélhetőleg. Tájékoztatom Önöket, hogy Kecel város ünnepi koszorúját április 22-én a reggeli órákban alpolgármester úrral és jegyző úrral helyezzük el a Patasics szobornál, tisztelegve a település alapító érsek emléke előtt. A szalagon Kecelváros önkormányzata mellett a város lakosai felirat is szerepel, tehát a koszorú mindannyiunk közös koszorúja. Ha valaki ezen túl a nap folyamán virágot szeretne elhelyezni, az természetesen lehetséges, de arra kérjük Önöket, hogy tartsák be a fennálló helyzet szabályait, szigorúan egyedül érkezzenek és ne alakuljanak ki beszélgető csoportok. Születésnapunkat otthonainkban, szívünkben és gondolatainkban együtt érezve is megünnepelhetjük. Ezt segítve a város honlapján közzétettem egy korábban elhangzott és most a jelen helyzetre formáló ünnepi beszédemet, melyet ajánlok figyelmükbe. Jó egészséget, kitartást kívánok valamennyiüknek, vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!